Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit, Csobán Katics Bernadett vagyok. Mutatom, mit kínálunk a következőkben. A kúria után újabb műemlék újult meg Bonyhádon, befejeződött az Elmer Vojnics mauzóleum felújítása. Jöhet a kemény tél, új munkagép érkezett a Bonikomhoz. Bonyhádon járt a Petőfi busz, közel 60 magyarországi településre látogat el a mozgó kiállítás. Perczel Mór életének eddig ismeretlen dokumentumai, számos pedagógiai program zajlik a Völgységmúzeumban. A kúria után újabb a percelekhez kötődő műemlék újult meg Bonyhádon. A miniszterelnökség 200 millió forintos támogatásával szépült meg az Elmer Vojnics mauzóleum és a percelek temetkezési helyéül szolgáló Kálvária domb. Az átadón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt, hogy a kormány számára kiemelten fontos a vidék fejlesztése, és ebbe az olyan műemlékek rekonstrukciója is helyet kap, mint a most átadott kápolna és környezete. "2007 őszén Perczel Bertalan, a katolikus egyházközség kántora fejezte ki reményét arra, egyszer régi fényében tündököl majd a percelek temetkezési helye, és ebben az Elmer Vojnics mauzóleum. Erre emlékezett köszöntőjében Filóni Ferenc Ibolya polgármester. Idézem. Itt állunk a Bonyhádi Kálvária Elmer Vojnics mauzóleum lábánál. Megcsodáltuk ezt az építményt, amit gyermekkoromban gyönyörűnek találtam, és most a romok, a por, a zúzás, az idő tönkretette. Ezen gondolkodtunk, vajon lesz-e ebből még valami szép, valami elegáns. Az ember úgy gondolja, hogy a reményt feladni nem szabad. Élet nélkül szépet alkotni eleveneken nem lehet. De úgy látszik, kellenek a romok, hogy belássuk azt, hogy újjá kell születni. Ez egy holtanyag, ami itt áll a hátam mögött, de csak olyan emberek újíthatják föl, akik maguk is átélték a maguk romos voltát, és folyamodtak a Szentlélekhöz, hogy adjon neki új életet. Adja az Úristen, hogy ez megtörténhessék." És már a kívánság valóra vált, hiszen a miniszterelnökség 200 millió forintos támogatása lehetőséget biztosított a műemlék rendbetételére. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője mondott köszönetet a támogatásért, amely nem az első az utóbbi időben, hiszen tavaly szeptemberben a Majosi Katolikus Közösségi Házat is ilyen támogatásból újították meg. "Akkor és most is jó cél érdekében tette mindezt, hiszen a mellettünk látható sírkápolna a magyar műemléktár és Bonyhád értéke. Az az Ermel Vojnics Erzsébet nyugszik benne, aki a bácskai nemes bajsai Vojnics Barnabás és a bonyhádi Percelletelka az ifjú Vörösmarty Mihály egykori múzsájának gyermekeként Szabadkán látta meg a napvilágot. A műemléki védettség alatt álló épület és műemléki környezete teljes körű felújításon esett át. Az építményt 230 négyzetméter belső díszítőfestés, 16 ólomüvegablak, továbbá új vörös rész tetőfedés ékesíti. Az építés idején a térbe függesztett mécses, az oltár, valamint a teljes pirogránit homlokzat burkolat egyaránt a pécsi zsolnai gyár terméke volt, így 115 évvel később is e nagymúltú vállalat segítette a munkákat. A restaurált stallumok és a tölgyajtó újra méltó díszei a belső térnek. Az épület felújításával párhuzamosan a környező Perczel családi síremlékek és a természeti környezet, a Kálvária domb is megújulhatott. Itt ennek a nemzeti sírkert részeként a Kálvária dombon nyugszik többek közt Perczel Mór honvédtábornok, Perczel Dezső országgyűlési képviselő, belügyminiszter, egykori házelnök, Perczel Béla, egykori igazságügyminiszter és királyi elnök fia." Potápi Árpád János arról is szólt, szerte Kárpát-medencében újulnak meg szakrális helyek, nemzeti értékek.
A szellemi örökséget, melyet a Percelek Bonyhádon hagytak, tovább viszik a ma élő utódok és a Percelek nevét viselő intézmények is. Ezt a szellemi örökséget viszi tovább a Bonyhádi Percelmór középiskola is, akik már évtizedekkel ezelőtt vállalták, és azóta is folyamatosan gondozzák itt a kápolna környékét, illetve a Kálvária dombot. Szeretnék köszönetet mondani az igazgatóknak, a diákoknak, és mindenek előtt Bischoff Tamás tanárúrnak, akit 2018-ban a város Merész Konrád díjjal tüntetett ki. Felföldi László pécsi megyéspüspök áldotta meg a megújult kápolnát, és arról beszélt, a hit minden emberi tevékenység legfontosabb mozgatórugója. Arról a hitről beszél, amit most itt ünnepi szívvel megélünk, hittek a jelenben, és hittek a jövőben. És ez megerősíti a saját hitünket is. Szolgálták, ahogy hallottuk a köszöntésben, a népet, a nemzetet, az ügyet, ezt a földet, és most rajtunk a sor, mert ha a hitet elvesszük, a nemzet, a város, a falu, a család, az ember mélyéből, akkor olyan, mint az épület, cement nélkül, szép lassan szétesik és összeomlik. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter arról szólt, a kormány számára eddig és ezután is kiemelten fontos volt a vidéki Magyarország felzárkóztatása. Emlékezni a múltra és ünnepelni azt, hogy egy fontos darabja méltó módon születhetett újjá. Emlékezni egy családra, amelynek története összefort Bonyhád és az ország életével. Ünnepelni jöttünk egy komoly összefogással létrejött munkát, melynek köszönhetően a múlt ismét jelen van a jelenben, hogy szolgálja a jövőt. A kormány munkájának szíve közepe a vidék megújítása. A Magyar Falu és a Modern Város program már eddig is sok évtizedes elmaradást pótolt, utak, hidak, járdák, iskolák, óvodák jöttek létre és újultak meg, és még oly sok minden. Egyebek mellett a falusi csoknak köszönhetően sok száz kihalásra ítéltnek látszó falu népesedési viszonyai kezdtek megfordulni. De ugyanilyen fontos, sőt mindennek az alapja, hogy a vidék pusztulásra szánt kulturális értékei közösségteremtő és közös múltról beszélő, tanúságtevő helyszínei megújuljanak. Sok száz templom újult meg méltó módon az elmúlt években a Kárpát-medencében. A vár és kastélyprogramban búst üledékekből lett újra a múlt időket méltó módon megőrző és bemutató, a környék turisztikájába is beilleszthető bámulatra méltó építmény. Az a 200 millió forint, amit ennek a gyönyörű kriptának, a Kálváriának és műemléki környezetének a megújulására költöttünk, egyszerre tisztelek Bonyhád múltja és a Percel család, illetve Ermel Vojnics Erzsébet emléke előtt. Egyszerre mutatja meg régi idők mestereinek és művészeinek lefegyverző tudását. És egyszerre lesz helyszíne a lelki életnek és a múlt értékeit bemutató turizmusnak is. Az ünnepség zárásaként az egybegyűltek megkoszorúzták Percelmór honvédtábornok síremlékét. Jöhet a kemény tél, a Bonikom felkészült a feladatokra. Ehhez kapott segítségül a cég egy olyan munkagépet, mely alkalmas lesz egy esetleges nagyobb havazás esetén is a védekezési feladatok ellátását elősegíteni.
Legújabb szerzeményükből száll ki Farkas Attila, a Bonikum Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója. A városüzemeltetési feladatokat ellátó cég ezzel az új traktorral fiatalította gépállományát. Ez egy olyan tevékenység, ami egészen könnyen és jól gépesíthető. A gépek nagyban ki tudják váltani az élő munkaerőt. Örömteli nap ez a mai a Bonikum életében. Nagyon régóta nem volt arra példa, hogy egy új, nagyértékű, ez a gép egyébként bruttó 30 millió forintba került, nagyértékű gépet kapjunk, vagy tudjunk átvenni. Ezzel egyébként egy több mint 25 éves traktort fogunk kiváltani. Céljaink szerint fűnyírásra fogjuk használni a nyári időszakban, illetve pótkocsival termozgatásra, de a méretéből adódóan viszonylag kicsinek mondható, bonyhádi szűk utcákon is kényelmesen elfér, a téli csúszásmentesítés során is feladattal fogjuk megbízni. Azonban nem ez az egyetlen haszonjárműve a cégnek. Traktorból 3 van, terautóból 1, és akkor vannak kisebb kategóriai járművek, platós terautók, amivel szállítanak munkatársaim munkaeszközöket, de traktorból ez a legújabb. Ez egy 100 lóerős egyébként, mellette van egy 120 lóerős John Deere, ami már egy kicsit idősebb, de az is jó állapotban van, és ahogy említettem, egy 25 éves Zetort fogunk ezzel kiváltani. A beszerzés teljesen erőből történt, köszönettel tartozunk városvezetőjének, vezetőinek. Polgármester asszonynak 2019-ben az újraválasztás alkalmát követően leültünk, és átbeszéltük a Bonikum helyzetét, ahol ő arról biztosított engem, hogy a korábban elodázott fejlesztési tervet ebben a ciklusban meg fogjuk valósítani. Ez egy több lépcsős terv. Első lépésként egy traktort kívántunk beszerezni, és polgármester asszony és a testületnek azt különösen köszönjük, hogy 19-hez képest ugye manapság teljesen más helyzet van. A pénzünk megvolt rá, de olyan döntés született, hogy nem fogják átcsoportosítani akár energetikai költségek rendezésére, vagy más irányú megtakarításokra, hanem hozzájárultak ahhoz, hogy ezt a gépet megvegyük, és a flottánkat ezáltal fiatalítassuk. De nem állnak itt meg a géppark fejlesztésével. Szeretnénk egy másik gépet is beszerezni, ott már a közbeszerzésen túl vagyunk, nyertes pályázat kiválasztásra került, egy 18 tonnás Mercedes gépjármű kerül majd leszállításra, hamar reményeink szerint hamarosan, most még gyártják valahol külföldön. Ezekkel a gépekkel a városlakók érdekeit és kényelmét szolgálják majd, hiszen télen az úttakarítást végzik majd vele, tavasszal és nyáron a nagyobb hűvös területeket tartják rendbe, és a nehezebb dolgok mozgatására is alkalmasak. Bonyhádra érkezett a Petőfi 200 elnevezésű emlékbusz, ahol a látogatók interaktív módon közelebbről is megismerkedhettek az egyik leghíresebb magyar költő rövid, de annál tartalmasabb életével. Petőfi születésének 200. évfordulója alkalmából közel 60 magyarországi településre látogat el a mozgó kiállítás. Egy egész osztálynyi diák tódult fel a Petőfi buszra Bonyhádon csütörtökön. A különleges tárlaton a magyar költő életét ismerhették meg egy kicsit közelebbről. Az országjáró vándorkiállítás az egyik leghíresebb magyar költő születésének 200 éves évfordulója alkalmából indult útnak. Szeptember 1-én indult a busz Kiskörösről, és hát az a cél, hogy kicsit így Petőfinek a kultuszát felélesszük, és hát így eljutassuk az ő munkásságát minél több településre, és minél több gyerek láthassa és élvezhesse ezt a nem egy szokványos tetőjére, ez a rendkívüli kiállítást. 10 egységünk van fent a buszon, egy ilyen tematikus fal, Petőfi Sándornak a verseivel, illetve a versek által egy ilyen élethelyzete, döntéshelyzete van kiemelve, például a család témája, vagy pályaválasztási nehézségei, vagy ilyen döntéshelyzetei, vagy a vándorszínész karrierje, illetve
a forradalomhoz kapcsolódóan is ugye nemzeti dal jelenik meg, és mindig van egy tárgyfalunk és egy versfalunk, és így vannak érdekességek elrejtve a buszon. Vannak játékos ilyen mozgatható elemek, tehát hogy mondjuk szekrényekbe rejtettünk el információkat, ilyen titkos fiókokba, amiket nyilván be kell nyomni, és úgy jön elő a érdekesség Petőfi Sándorhoz kapcsolódóan, illetve vannak tabletjeink, és azokon relikviák képe ilyen gif formájában jelenik meg. Ott létünkkor a Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola 6. C-osztálya nézte meg a kiállítást. Én nagyon örülök neki, hogy iskolánk névadójához még közelebb kerülhetnek a gyermekeink, az iskola, iskolába járó tanulók, mert azt gondolom, hogy ez a busz még közelebb tudja vinni őket a Petőfi Sándornak a gyerekkorához, diákkorához, illetve hát nagyon fiatal koron halt meg, úgyhogy az egész életéhez. Azért is jó, mert így akkor ugye nem kell sokat utazni, gyakorlatilag egy 5 perc sétával ide tudunk jönni, és tehát interaktív módon, kicsit játékos módon megismerhetik a Petőfi élet munkásságát. Petőfi költeményeiben is találkozhatunk fantasztikus utazásokkal, hogy milyen országok kerültek egymás szomszédjába, János Vitézben ez. Tatárország, Tárjánország, Lengyelország, India, Franciaország. Azért tartom jó dolognak, mert hát megismerhetjük Petőfi Sándort, és az a quiz volt a legjobb, amikor itt hátul a buszba kellett 10 kérdésre válaszolni. Az első volt 10/5, a második pedig 10/10. Nekem tetszett az, amit így ki lehetett húzni, és akkor meg kellett mondani, hogy mi az, az a tárgy. Hát még tetszett az, ami ki volt vágva egy ilyen fa, és abban benne volt egy tablet, és abból mutatták a dolgokat, hogy mi. Sokat segít a tananyagban, mert úgy, ha ezt így meg tudják mondani neked, akkor az iskolában nem lesz ennyi tanulnivalód. Gyerekek nagyon élvezik, és nekik így jó is, hogy ilyen interaktív ez a kiállítás, mert ugye ilyen aktivitásra sarkalja őket, és így élvezik, és szerintem viszonylag sok minden ragad rájuk Petőfi Sándorról. Nekünk is az a célunk, ilyen foglalkozásokat tartunk, vagy ilyen kis rövid bevezetőket, amikor érkezik egy csoport, és hogy egy kicsit így közéjük lehozzuk Petőfi Sándort, hogy ne egy ilyen múltbéli elérhetetlen alak legyen számukra, hanem elképzelhessék, hogy így köztünk élhető is. Akkor mondjuk megkérdezzük, hogyha manapság élne, akkor például milyen közösségi felületeken, social media oldalakon jelentetné meg ezeket a portréképeket, és melyeket hol használná fel, hogy Instagramon, Facebookon, így lehozzuk, vagy ilyen maivá varázsoljuk Petőfi Sándort számukra. A Petőfi Emlékbusz idén közel 60 magyar településre látogat el. A Völcség Múzeum legújabb időszaki kiállítása nemrégiben nyílt meg, bemutatva Perczel Mór életének eddig ismeretlen dokumentumait. Ám az intézmény úgy döntött, hogy a múzeumpedagógiai program keretében szerveznek tábort és iskolai órákat a kiállított anyag további népszerűsítése érdekében. Emellett az órákon arról is szó esik, hogy a háztartásokban található régi tárgyak milyen értékeket képviselnek. A Perczelek városában egy Perczel kiállításnak különleges jelentősége van. Főleg akkor, ha a tárlókba és a falakra olyan relikviák kerülnek, melyeket eddig sohasem láthatott a magyar közönség. 2022-23-ban egy nagyszabású országos pályázat keretében a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége és a Nemzeti Kulturális Alap egy közös pályázatot írt ki Magyar Géniusz program címen, ami ugye híres, a Magyar Pantheon híres szereplőinek dedikált állandó és időszaki kiállításokat, illetve tudomány népszerűsítő munkákat finanszírozott, és ennek a keretében valósult meg ez a jelen kiállítás. A állandó kiállításunk az 2017-ben született meg jelen formájában, ezért úgy gondoltuk, hogy itt az ideje annak, hogy mind az eszközünket, mind pedig a kiállítási anyagunkat felfrissítsük, és így a mellettünk látható kiállítás az ennek a keretében valósult meg.
A megnyitó óta számosan látogatták meg a Völgységmúzeumot, ismerkedve a percelek hagyatékával. De emellett a közgyűjtemény munkatársai múzeumpedagógiai órákon is népszerűsítették részben a kiállítást, részben a múzeumot. Itt nem állt meg a program, hanem különféle múzeumpedagógiai programokat szerveztünk, például egy őszi tábort, ahol meglátogattuk Paksot, meglátogattuk Szászvárat, tehát vittük a gyermekeket, igyekeztünk nekik olyan dolgokat mutatni, amivel otthon is találkoztak, vagy valamilyen formában már találkoztak otthon, csak esetleg nem tudták, hogy ez egy kulturális érték, hogy ne csak egy régi tárgyat lássanak, hanem a hagyományt, ami mögötte van, hogy valahogy egy kicsit jobban el tudják helyezni, hogy hol élnek most, honnan jöttek, hogyan éltek a régiek, egy kicsit megtalálják a kapcsolatot mondjuk a nagyszülők világa, a szülők világa és a saját világuk között. És az elmúlt hónap az nekünk erről is szólt, hogy egy csomó múzeumpedagógiai programot szerveztünk. Nem csak itt a múzeumban, hanem kitelepültünk bonyhádi iskolákba, akik nek ezúton is nagyon szépen köszönjük, hogy vendégül láttak minket, és hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy ezeket a programokat bemutathassuk, és így egy kicsit közelebb kerülhessünk a gyermekekhez, egy kicsit a következő generációt is megszólíthassuk, hogy lássák azt, hogy a múzeum az nem csak egy régi tárgyaknak a lerakata, hanem egy élő kulturális tér, és azok a tárgyak, azok a hagyományok, amik itt megvannak, azok a mai életünkben is valamilyen szinten szervesen integrálhatók. Szemléletet kell formálni, mondja Farkas Gergő, hiszen a gyerekek gondolkodásmódjában a múzeum egy olyan hely, ahol semmi sem lehet hozzányúlni. Így aztán unalmas is. Tulajdonképpen egyfajta szemléletformálás is nyilván nagyon indirekt, nagyon óvatos eszközökkel, de igyekszünk felhívni a figyelmet arra, hogy a régi kultúrának, a régi hagyományoknak is a mai napjainkban megvan a létjogosultsága, megvan az érték, egyrészt jobban tudjuk, hogy honnan jöttünk, másrészt pedig jobban tudjuk értékelni, hogy hol vagyunk. Illetve bármele is tart a világ, mindig egy megnyugvást ad az, hogy a régi, konzervatív, klasszikus értékekre vissza tudunk nyúlni. Tehát látjuk, hogy honnan jöttünk. Főleg a kisebb gyerekeknél a régi tárgyak azok, amik egy hatalmas nagy ingert adnak. Ők ugye még sokkal közvetlenebbek, sokkal inkább szeretik megfogni ezeket a tárgyakat. Ugye még nincsen idézőjelben beléjük nevelve az, hogy egy múzeumban nem szabad hozzányúlni a dolgokhoz, hanem ők ezt szeretnék megtapogatni, elmondjuk nekik, hogy ez micsoda, mire használták, egy kicsit ők is így kipróbálják, és akkor rájönnek, hogy jé, ez tényleg logikus, hogy így van tényleg, de jó, hogy így is működik, hogy ugye nem minden elektromos, nem minden digitális, hanem egy analóg, egy egyedi, egy nem sorozatgyártott tárgyat kézbe fogni, egy teljesen más élményt ad, mint valamit, amiből több milliót legyártottak, és a szerte a világon ugyanúgy néz ki. Persze a modern múzeumokban már más a helyzet, ott sokkal inkább jelen van az interaktivitás. Minden beszél, plusz információkat kap a látogató a számítástechnika segítségével. De mit tehet ebben a harcban egy kis gyűjtemény? Igyekszünk megtalálni a helyes arányt, ugye mindenhez itt sem szabad hozzányúlni, tehát nem véletlenül vannak a tárgyak mögöttünk egy tárlóban. Ezek sok esetben több száz éves tárgyak, amiknek az állagáról nekünk gondoskodnunk kell. Tehát a múzeum felelősséget vállal azért, hogy minden, ami itt van, azt igyekszünk az örökké valóságnak megőrizni, ami nyilván nem egy könnyű feladat, de minél tovább. Viszont amiről szó volt, természetesen szeretnénk mi is ebbe az új 21. századi irányba elmenni, hogy egy kicsit kézzelfoghatóbb, egy kicsit interaktívabb, egy kicsit emberközelibb, élményközpontúbb legyen a múzeum, hogy ne csak a látás élménye legyen meg, hanem a tapintás, a hallás, a kipróbálás, tehát egy sokkal összetettebb módon igyekszünk bemutatni azt a hagyományt, amit itt őrzünk. Egy részben pénzkérdés, részben lelkesedés, mi a lelkesedést és a pénzt is igyekszünk mögé tenni. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!